Idén már 14. alkalommal rendezik majd meg a Prima Gálát Nyiregyházán, ahol minden alkalommal bemutatkozó kisfilmet tekinthetnek meg a díjra jelöltekről a meghívott vendégek. A VOSZ megyei szervezete fontosnak tartja, hogy ne csak országos, hanem helyi szinten is elismerjék a kiemelkedő tevékenységeket végzőket. A VOSZ részéről, amióta indult ez a Prima mozgalom, nevezzük mozgalomnak, azért fontos mindenütt, nem csak nálunk, minden megyében és az egész országban hogy azokra a kiváló tehetségekre, akik különösebben nem kaptak elismerést, vagy ha kaptak is, de nem kerültek eléggé reflektorfénybe, azt mi vállalkozók ismerjük el. A jelöltek listáját idén is egy testület állította össze különböző kategóriákban, egyebek mellett a magyar irodalom, képzőművészet, magyar sajtó és a tudomány területén végeznek kiemelkedő munkát a díjak várományosai. Minden évben nálunk mind a tíz kategóriában jelöltet állítunk. A jelölés úgy folyik, hogy bekérünk különböző intézményektől jelölteket, azon kívül a VOSZ-nak a megyei elnöksége, és egy társadalmi prima társadalmi testülete is állít jelölteket. Ez a testület, ez 12 főből áll, Kaptunk most is több intézménytől jelöltet, úgyhogy volt olyan kategória, ahol öt jelöltünk is volt. Volt egy, ahol csak éppen egy, tehát itt nem volt túl nehéz a döntés, és ezekből választja ki ez a 12 fős társadalmi kuratóriumi testület azt a tíz embert, vagy jelöltet, aki egy-egy kategóriában jelöltként majd a Prémagárán részt vesz. A második fordulóban, vagy ütemben döntjük el ugyanez a kuratórium, hogy kik kapnak majd díjat. A három prima díjas egyenként 1 millió forintot kap majd, a külön díjasok azonban most a korábbiaktól eltérően ketten lesznek, akik 250-250 ezer -250 forintot kapnak. Az idei prima gála november 22-én pénteken lesz a megyeházán 18 órától.